képzés az Európa Tanács területén tartjuk, és ez egy egyhetes amnestis képzés, ahova hívtunk tanárokat, képzőket, aktivistákat, diákokat, és az a képzéssel a célunk, hogyha az említett csoportok találnak olyan témákat, amivel foglalkozni szeretnének, olyan emberjogi témákat, akkor tudjanak a többi csoportról, és tudják a saját munkájukat összekapcsolni, és így nagyobb hatást kifejteni. Az egyik legpozitívabb dolog, azt hiszem, az Amnestiből az, hogy ilyen motivált és lelkes és nagyon sokféle emberekkel és fiatalokkal ismerkedem meg itt, és nagyon jó velük dolgozni. Most a képzésen is megint tanultunk egy olyan módszert, amit úgy hívnak, hogy emberjogi párbeszéd, ami a vitának egyfajta alternatívája, és sokkal inkább arról szól, hogy hogyan ismerjük meg másiknak az álláspontját, és hogy miért úgy gondolkodik, és nem az, hogy meggyőzzük, nem az a cél. És ez nekem így nagyon tetszik, vagy hát ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Sok olyan módszer van, ami nagyon átültethető a hétköznapokba. Az emberjogi párbeszéd is egyébként egy sima vitának is lehet lebonyolítása egy kicsit visszafogottabb módon és kevesebb érzelemmel. Meg tényleg egy csomó olyan módszer van, amit akár tanuláshoz tudunk használni az egyetemen, vagy gyakorlatilag bármire, amilyen problémánk van az életben, tök jó módszereket kapunk arra, hogy ezeken az akadályokon túl tudjunk görbülni. Ezzel a képzéssel azt gondolom, hogy egy lépés ahhoz, hogy így jobban amnestis legyek, hogy jobban megismerem az emberi jogokat, és utána meg szeretném elvégezni a képzőképzését, és akkor tudok menni iskolákba, ami egy ilyen tök nagy álmom, hogy ezt így csinálhassam. Azt tetszik nagyon eddig, hogy abszolút látszik az a résztvevők visszajelzéséből, hogy így most így építkezésben vagyunk, és egyre több dolgot pakolunk, amit utána tudnak használni, és azt remélem, hogy ez folytatódik, és odáig jutnak el, hogy nem csak az anyagokat és az eszközöket ismerik meg és kapják meg, hanem hogy magabiztosan el tudják kezdeni használni ezeket, és szerintem jó úton vagyunk eddig ehhez.